Sziasztok! Itt vagyok a félhomályban, ha nem látszódnék, de hát ugye nagy a fényerő különbség a két pont között, a fehér lakókocsi között és én közöttem. Gondoltam, hogy a napra menjek ki, mert nem is fáznék ennyire, illetve most ilyen picit határeset a fázásilag, de a napon viszont nem látom a kijelzőjét a laptopnak, úgyhogy maradtam az árnyékban, <kül> ti meg egy ragyogó fehér lakajkocsit látok. Szóval, ekkora dinamika majd Nem bírát karolni ez a kamera. Mai alkalommal még mindig így a wi ket hákolgatjuk, így az Omoda kontrolleren belül, hogy mik azok az extra dolgok, amiket még esetleg érdemes lehet megnézni, még ilyen érdekességek, és utána majd sort kerítünk a a hotspot portál névre hallgató dolog kipróbálására is. Szóval, jelen pillanatban ugye a cuccok bent vannak a lakajkocsiban, mint ezen a képen is látszik, <kül> és hát föl van telepítve, Uh, úgy, ahogy múltkor ott hagytuk, leszámítva, hogy én egy kicsit kísérleteztem vele, de remélem annak a nyomait eltüntettem. Itt a kettő darab AP. Na, kugorjuk neki még egyszer, mert elkezdett lemerülni a laptop drámai uh, sebességgel, úgyhogy ezt a narancsárga madzogot végigrottam. Az Osmo kamerával megszakadt a kép, úgyhogy remélem, hogy vesz valamit a kamerám, a telefonom nem csatlakozik vissza rá. De itt vagyunk, tehát! Játszorozunk, arról volt szó, nézzük meg, hogy akkor mit lehet itt játszorozni, mit lehet extra dolgokat tekergetni. Ugye az ember egy kontroller tekerget, akkor igazándiból nem az, hogy egyesével tekergeted az AP-kat, hanem elvégzel globális beállításokat, és ezek a beállítások így lecsorognak. Tehát ha van két ap akkor az a kettő állítódik be úgy, ahogy szeretnéd. Ha van 200 ap 500 ap akkor mindegyik, tehát nem egyesével. Nézzük meg, hogy akkor hol is tartottam, mielőtt nagy szentségelések közepette itt újra kezdtem a videózást. Tehát beállítások, wireless network. Ugye itt van egy darab uh, hálózatunk, ez a tesztháló nevezetű, készítünk egy újat, hát ilyet már csináltunk, ez nem egy agysebészet, legyen az, hogy mondjuk teszt 2, uh, és ennek adunk egy jelszót, egy, 2, 3, 4, öt, 6, 7, 8, egy levél ide hullott. Ugye eddig semmi meglepő nincs a történetben, leszámolt, hogy elkezd a nap onnan sütni, úgyhogy elkezdek fordulni, hogy lássak is valamit. A kinti forgatás szépségei. Nyomok egy megegyeztetést, kettő darab hálónk van, egy tesztháló, és egy teszt remélhetően mind a kettőnek ugyanaz a jelszava is működni is fog. Nézzük meg ezt a teszt kettőt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyomjunk rá egyet. Igen. Fölcsatlakoztunk. Íme fönt vagyunk. Jó eséllyel azt fogjuk látni a dashboardon, hogy ott a két AP, ott az egy darab kliens. Fönt vagyunk. Na, most már van két hálónk ez azért jó, mert ő lesz egyben a kliensünk is, tehát át tudok jelentkezni a leszakadnák, mert elő fog fordulni, hogy leszakadunk. Nézzük akkor azokat a spéci beállításokat, ami így érdekesebb lehet. Először is network szinten maradunk, és azt mondjuk, hogy itt ezt a test 2 hálózatot kezdem el tekergetni. Mi lehet érdekes? Menjünk be az advanced settings beállítások közé és ugye látjuk, tehát nem egy AP-t tekergetek, hanem az egész hálózatot. <kül> és az első dolog, hogy megadhatok ugye egy sebességet, ami erre az egész SSID-ra érdekes lesz, és adott lesz. Ez jelenleg egy default, és így tudok csinálni egy New Rate Limit Profile, de egyébként az összes ilyen dolog, az majd itt a profil fül alatt fog megjelenni. Tehát itt meg lehet őket ugyanúgy csinálni, kinek mi a kényelmesebb. Ha itt hozok léte rétlimiteket, akkor eh, tudom majd eh, ott is kiválasztani őket, úgyhogy én most létre is hozok egyet, legyen egy lassú, eh, egy download és egy upload limitet is beállítok, és ez legyen 200 kilobit per szekundum, oké, okay. és akkor legyen egy gyors, És itt pedig beállítok egy 5-5 megabit, megabit per szekundumot. Oké, okay. tehát ezt itt is, ott is el lehet készíteni, bárhol készítettük el, ezt be tudjuk állítani az egész uh, hálózatnak. Majd nem fog mindig fel alá mászkálni, csak megmutattam, hogy ott a profilok alatt található, tehát ott egy helyen létre lehet hozni, és akkor ezt a teszt kettőt kezdjük el terrorizálni amikor is azt mondjuk neki, hogy uh, itt most már kiválasztható lesz a lassú és a gyors is, kiválasztom a lassút, de mielőtt ezt megtennénk, nézzünk egy sebességtesztet. Itt a helyi szolgáltatónk, de hát ugye itt most keresztül még tökön babon mindenen a, 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 wifi, úgyhogy itt ez nem lesz olyan észeszejtően sok. Ugye megnézzük, hogy mit mérünk mindenféle korlát nélkül, hm, egy teljesen korrekt. Jó wifi vagyok fönt, <laughs> ami járja a világot. Igen, jó wifi vagyok fönt. Meglepően jó érték, hiszen ő egy wifi kapja a lakajkocsiba bentről, és mi azt szóljuk tovább. Tehát látjuk ilyen 40, vagy 60, 40 megabit körül van, és fogom, hát akkor itt, itt inkább a lassú helyett válaszuk azért a gyorsat, az valami 5 mega volt, az is elég látványos lesz, én azt gondolom, és nyomunk egy öp És ez csak erre a hálózatra vonatkozik a teszt 2-re, ugye mi most fönt vagyunk, tehát látható, teszt kettő, nyomok most egy sebességtesztet, és ha mindent jól csináltunk, akkor 5 megabitnél nagyon többet itt nem kaphatunk, ez oda fog beállni, így van, és én nekem most fogalmam sincs, melyik ap vagyok fölcsatlakozva, teljességgel lényegtelen, hiszen ő hálózati szinten szabályoz. Tehát ugye, amikor az ember ilyen kontrollált használ, volt egy kérdés, és a ez mire való, hát pont erre, hogy nem egyesével tekergettünk mindent, hanem leküldünk be és ha átmegyek közben erre a tesztről a testhálóra, akkor egyre követ ez a nap, engem ez üldöz, akkor most már a tesztháló viszont újból a teljes sebességet fogom megkapni, Látjátok? Ennyi. Rendben. Ez volt az egyik beállítás, amit szerettem volna mutatni. Aztán még mindig a hálózatot tekergetjük, ezt a test e, test e, kettő nevezetűt. Én e, kiveszem belőle ezt, visszarakom a default értékre, hogy ne legyen sebességkorlátozás. Egyrészt. Nyomunk rá egy apply -t. A másik dolog, be lehet kapcsolni szintén az egész e, hálózatra vonatkozólag, az időzítést, hát ezt is ott ugye a, a Profiles alatt föl lehet venni ilyen profilokat, de ha itt bekapcsolom, akkor itt tudok fölvenni időzítést. És azt mondom, hogy ez a hálózat, hozzunk létre egy új időzítést, ez legyen akkor weekday, tehát hétköznap. Hétköznapi csalódások, nyolcszor délután hatig. kiválasztom, és legyen Radio Off. Ez azt fogja jelenteni, ebben járt, azért siáltuk ezt, most hétköznap vagyunk, pont ebben az időszakban, hogy elméletileg ennek a rádiónak innen el kell tűnnie ennek a testkettőnek. Nem fogok tudni rá fölcsatlakozni, hát hogy a Windows mikor veszi észre, hogy eltűnt, az egy dolog, de jó eséllyel nem fogok rá tudni fölcsatlakozni. Ilyet például csináltam ügyfélnél is, hogy hétvégére kikapcsolom a wifi t hmm. Ott ugye nem így oldottam meg, de valami itt sem stimmel. Nézzük meg a beállításokat. Mit rontottam el? Hét hétköznap. Ja, bocsánat, hát csak a rádió ongomot nem nyomtam át a rádió offra. Szóval beállítottam, hogy ott mikor múlva a munkaidőnek, utána még ráhúztunk egy órát, kikapcsoljon a wifi, mivel lehet kívül is fogni az ő wifi az irodán kívül. Egy ilyen házban vannak bent, és ő, hát éppen ezért én azt mondtam, hogy akkor azt inkább ne. Nézzük meg, még, még mindig valamit elrontottam. Á, csak nem vártam eleget. Most már nem lehet csatlakozni ez a hálózathoz. Tehát ez a hálózat megszűnt. Még a Windows tallózza, de most már nem lehet csatlakozni hozzá. Tehát működik. Azért mondom, én ezt tegnap kipróbáltam, ha tegnap működött, ma is működnie kell. Egy kicsit várni kell. Hát valószínűleg idő, amíg az ütemező ezt észreveszi. Úgyhogy menjünk vissza, és ezt kapcsoljuk ki, hiszen szeretnénk még játszani ezzel a hálózattal. Így, majd oda megyünk mindjárt a következőben. Legyen akkor bekapcsolva. Jó, tehát ez most hétköznap legyen bekapcsolva, úgyhogy vissza fog akkor így kapcsolni a rádiónk. És mindjárt vissza fogok tudni lépni. Csak ki kell állni. Valószínűleg megint egy kis időt, amíg elindul. Úgy, már föl is csattadunk. Fölfele gyorsabban, mint lefelé. Oké, okay. szóval nézzük tovább. Ez egy nagyon érdekes és tulajdonképpen hasznos beállítás, amikor azt mondjuk, hogy beállíthatunk kapcsolódási rátákat, hogy milyen kapcsolatokat engedélyezünk. Hát most, ha megnézzük jelen pillanatban ugye a klienseinket, azt mondja, meg tudjuk nézni, hogy ő most milyen jelszinttel és milyen adatrátával csatlakozik hozzánk. Pú, 650 megabit per szekundummal csatlakozik hozzánk. Ez csodálatos. Szóval, settings, tehát most biztosan nem fogunk leszakadni, ez, ez nem kérdés, de mondjuk ez el is várható itt azért ebben a távolságban, hogy ez meglegyen. Úgyhogy nem látok ebbe a wireless network, és csak így találgatom. Nem alkalmas kültére ez a laptop. Ah, itt a kurzor. <laughs> szóval, beállítható 2, 4 és 5 gigára is a minimális kapcsolódást. Egészen 54 megabitig lehet lehúzni, tehát az 54 megabitnél lassabb kapcsolatokat eldobja, sőt olyannyira eldobja, hogy én megnéztem tegnap telefonon, el is tűnik a listával, tehát hogyha nem érném el a csatlakozási bitráta az 54 megabitet, akkor nem is látszik az a hálózat az én eszközömön. Sőt, ki lehet kategórusok kapcsolni egyébként mindenféle olyan csatlakozást, ami ez a 11 megabitig tart. Ezt szerintem érdemes is, mert ilyen ózdi klienssel ne csatlakozzanak, és ilyen alacsony bitrátával se csatlakozzanak ránk. Ilyenkor persze figyelmeztet minket, hogy ezzel kizárunk eszközöket, meg régebbi eszközöket, de igazándiból ahol ilyen AP-t rakunk föl, kontrollerrel, ott ne használjanak ilyen eszközt, én azt mondom, 2023 van, és ugyanezt 5 gigán is el lehet játszani, itt is 54 megabitig elmegyek, és hát most az fog történni, hát 6 gigán fölösleges, hiszen nincsen 6 gigás eszközünk, jó, de megnézzük egyébként 6 gigán is, mert ott is 54 megabitig lehetne. És nyomok rá egy apply -t. És most az történik, hogy ha most megnézem a kliens, csak most nem fog tudni arrébb menni, de kihúzom addig a laptopot. Megnézem a klienst, meg azt, hogy melyik hálózaton vagyok fönt, a teszt kettőn, jól vagyok fönt, akkor azt látjuk, hogy ez még ugye statisztikailag még 650, tehát jócskán arrébb kell menjünk. Úgyhogy én megyek is arrébb. Sziasztok! <laughs> Ti majd csak a laptopot fogjátok itt látni. Nem tudom még, hogy hova menjek. E, igazából egy idő után ez meg fog szűnni. Elmegyek hátra. A ház mögött ezt jól ki fogjuk nyírni. Megkerülöm a házat akkor a házat megkerülve, itt a teraszon leteszem, itt már biztos, hogy gyenge lesz a jelszínt. Nézzük meg, hogy mit látok. Ha ez, ez itt már szerintem eltűnt. Ez szerintem már itt eltűnt. A teszthálózat... Mindjárt megnézzük, föl tudok -e rá csatlakozni. A test kettőre nem lehet csatlakozni. Nézzük meg a teszthálót, azzal még fel tudok-e. Hát ilyen mínusz 80 sok decibelre számítok, így van. Mínusz 80 sok decibelre számítok, és ha most megnézzük itt a klienst és magunkat, akkor azt fogom látni, hogy hát egy 40 egész 5 tized megabites bitrátával vagyok, tehát ide föl tudtam csatlakozni, viszont éppen emiatt a Test 2 nem tudtam. Szerintem ezt már csak a Windows mutatja, hogy itt ez a hálózat, de telefonon ez gyakorlatilag eltűnt azonnal. Tehát, hogy igen hamar eltűnt a tallózó listából, akkor így mondanám. Az azonnal az talán túlzás, de igen hamar eltűnt tallózó listából, de nem tudok hozzá csatlakozni, tehát működött a, működött a dolog. Látjátok, hogy mindenki máshoz tudnék, tehát a vissza visszacsattogok, és ha most kikapcsolom ezt a beállítást, ami kizárt minket innen, akkor vissza fogok tudni csatlakozni arra a hálózatra. Igazániból bárhol megyek, ezzel a laptop ki kültéren nem nagyon látszik. Kikapcsolom. Ugye most értékekkel nem nagyon játszadozom itt, hogy mennyi, de most, hogy ezt kikapcsoltam, vissza lehet majd térni. Szerintem egyébként ez az 54 megabit egy normálisan lefelett helyen ez egy minimálisan elvártos. Most jelent meg a test 2, tehát eltűnt volna a Windows listából. Most már megjelent, és jó eséllyel vissza is tudok rá csatlakozni. Így van, vissza is csatlakoztam. Tehát láthattátok, a dolog működik. Úgyhogy most visszavánszorkok oda, hogy azért mégis lássatok a fényességes orcámat. Sziasztok! Újból itt, ha nézzük, milyen érdekes beállítások vannak még. Akkor játszadozunk tovább, most már nem itt a hálózatban tekergetünk, de arra azért felhívom mindenki figyelmét, hogy a Profiles fül az itt is él, ugye itt volt a idő, itt volt a sebesség, és ide pedig fölvettek grupokat, méghozzá, ha megnézzük, IP group, IP port group, de ezt majd fölvettek ott is, ahol tekergetni fogjuk itt fog megjelenni. És most bemegyünk végre a Network Security menüpontba, ahol is egy gateway ACL van, hát Gatewayünk nincsen, switch ACL switchünk nincsen, de punk wifi eszközünk van, ACL-t létrehozhatunk. Mielőtt létrehoznánk bármit is, vegyük észre, hogy itt van a NASOM, ami elérhető, ez a 10.002-es IP címen van, ez, 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 ez létezik, és egyébként meg a router, az a 10.01 egy csomó cím van még ezen a hálózaton, egy lényeg a, a 10.01-et is tudom pingelni, meg a 10.02-t is, és egyébként a nasnak a webes felülete, az tulajdonképpen itt el is érhető. Ugye? Bejött. Rendben. Én azt szeretném, hogy ezen a test 2 hálózaton, de csak ezen ne lehessen elérni a nast. És nem kell mindenféle vélant meg ilyeneket csinálni, hanem azt mondjuk, hogy create rule, azt mondom, hogy nas tiltása. Ez egy deny lesz. Ez meg egy alaphelyzet. És azt mondom, hogy milyen protokoll. Minden protokoll. Az összes létező protokoll, amit tud. Deny. És azt mondom, hogy milyen típust adok meg. Network, IP-groom, SSID. Tehát megadhatok IP-csoportot, csoport és IP csoportot, de legegyszerűbb megoldásként, amit most ugye szeretnénk, egy ssid al azt mondjuk, hogy a, a default az ugye a, a szájtunknak a neve, és a, konkrétan a test2 nevezetű SSID-ra vonatkozzon, az a tiltás, ami szintén IP, IP group, network, stb. Le, legyen ez egy IP group-ra vonatkozik, ez pedig ugye, mivel még nincsen IP groupunk, ezért kreálni kell egyet, és azt mondom, hogy nas. és a nasnak a címe az a 10.0.02, és ugye 32-es netmaszkot teszek, konkrétan őt az IP-t jelölöm ki. És itt bejelölöm, mert ugye föl lehet venni több szabályt is. Látjátok, itt az IP Group enni ami minden IP címre vonatkozik, és itt még többet is föl lehet, venni. én csak a nas csillagozom be. Tehát ő van bejelölve, mutatja is, hogy kettőből egy van kiválasztva, és azt mondom, hogy Create. Ezzel létrejött egy ACL, amit itt ki be tudok kapcsolni, és most ugye a test kettőn vagyok még fönt, és itt meg is szakadt a pingelés, és ha szeretném az otthoninast elérni egy frissítéssel, akkor jó eséllyel ez nem fog bejönni, csak pörög, 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 pörög a böngésző, ott pörög, fönt látjátok, és a pingekre is csak timeout jön. Ha átmegyek a a másik hálózatra, ugye arra ez nem vonatkozik, tehát hát átmegyek a teszthálóra, akkor mindjárt meg fog jönni a ping, ez látható, és már be is jött a böngésző, és jön a ping, látjátok? Tehát ez ebben a pillanatban működik, úgyhogy visszamegyek ide, amit korlátoztam a hálózatot, és abban a pillanatban a ping meg fog szakadni, és újból nem fog bejönni a weboldal. Oké, ha kikapcsolom, ott van a time -t. Ha kikapcsolom ezt a tiltást, akkor pedig jön a ping. Tehát, ilyen egyszerűen ki lehet IP-t, IP-ket zárni ebből, a, ebből az SSID-ből, de láthatjátok, hogy nem csak ssid re lehet szűrni. Rendben, a következő érdekes pont még az URL filtering, ahol URL-eket lehet mi meglepő kizárni. Szintén, mondjál meglátjátok, hogy hogyan, nem gateway rules, hanem e rules, és azt mondom, hogy egy új rúlt akarok csinálni, nekik zárjunk ki. Zárjuk ki a huphu mondjuk, szegény, és azt mondjuk, hogy ez ismételten egy egy deny lesz, bocsánat, és ismételten egy SSID, és kiválasztjuk, hogy ez a test 2 lesz, ide mindjárt be is írjuk, hogy https hub.hu, de látod, lehet további URL-eket hozzáadni. Mondjuk a hub.hu mellé, mellé írom, kitírjak mellé, origo.hu mondjuk, és adhatnék újabbakat hozzá. Ez most be van kapcsolva, egy pillanatra kikapcsolom még, csak nyomok rá egy apply ki van kapcsolva. Ha most megnézzük, ugye most be fog jönni a hub.hu, Hát, így van. És ha most ezt a szabályt bekapcsolom, akkor jó eséllyel most már a hub.hu nem fog bejönni. Igazán, hogy ott már csak böngészőkesből jön, ott pörög, nézzük meg az origót, amit nem szoktunk nézni, és valószínűleg az már nem fog bejönni. Így van. Tehát ott az a hub.hu-t, azt már csak böngészőkesből láttuk, az origó nem jön be. De mondjuk beírom, hogy index.hu, az be fog jönni. Tehát sikeresen kitiltottuk a, a az origót. Aztán majd, ha böngészőkes elévül, lehet, hogy egyébként most nem vacakolok a cache törlésével, csak fogom és kibecsukom a böngészőt. Reméljük már így is eljutunk odáig, hogy legalább csak ilyen. Hiányosan fog bejönni a hup, így van, már nem jön be, láthatjátok. Úgyhogy visszamegyek a az eap -ra. Vagyis a kontrollerre. Hülyeségeket beszélek. Jól van. Na most, meg lehet a dolgot fordítani is egyébként. Itt mindjárt mutatom, hogy itt a szabályokat egyébként lehet mindegyiknél még tologatni fölle. Ugyanis ha azt mondom, hogy Oké, okay, bejött. Ugyanis azt mondom, hogy settings és uh, network security és URL filtering és e -apprusz. És azt mondom, hogy én ezt az egészet most kitörlöm a fenébe. Nem törlöm ki, ezt meghagyom, csak uh, módosítok. A neve az legyen Tanya Channel. És azt mondom, hogy továbbra is erről a teszt ről beszélek. Azt mondom, hogy tanyachannel.hu Ez permit, tehát ez egy engedélyező szabály. Apply, és létrehozok most egy szabályt, ami azt mondom, hogy mindent tilt. És azt mondom, hogy ez egy dináj. SSID, kiválasztjuk ugyanezt az SSID-t, ezt a test 2 csak őre vonatkozóan, és egy csillagot teszek be, ami ugye jelen esetben, ugye itt ide is a sugóban, hogy a, 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 csillag az gyakorlatilag egy ilyen wildcard karakter, tehát mindent helyettesít, és azt mondom, hogy ez egy tiltó szabály, akkor elérkeztünk oda, hogy elméletileg ezen az SSID-n a tanyacsenőrhu kívül semmi nem jön be. Ha ez a sorrend, ha ez a sorrend, látjátok, följebb lehet tenni, akkor a mindent tilt van előbb. Tehát most jelenleg semmi nem jön be. Se a hub.hu mondjuk, se a tanya channel.hu, semmi nem jön be. Na most ugye, ha megcserélem a két szabályt, mert ilyen húzda nyugodtan lehet ezeket átrendezni, természetesen, ugye akkor a sorrend az szerint előbb lesz a megengedő szabály, aztán lesz a tiltó szabály, tehát ilyenek, hogy hub.hu, meg ilyesmi, az továbbra se fog bejönni, meg index, meg ilyesmi, tehát semmi se jön be, de egyetlen egy oldal be fog jönni, csak marha lassan, mert a, a reklámblokkoló miatt nem futnak le rajta a skriptek, és várakozik veszettül a WordPress a világ végére, tanyacsenő.hu, ezért aztán nagy kókattan, de be fog majd jönni a tanyacsenő oldal, tehát látszik, ott már meg is jelent fönt a, az URL, tehát csak ki kell tudni várni amíg egyszer az majd betöltődik, puf, íme, hát ez bejött, mert közben itt ugye itt forog, itt meg kéne jelennie, hát egy jó pár dolognak, ami most így nem jelnik meg, úgyhogy <laughs> ezzel ő el van. Oké, tehát így működnek ezek, és természetesen ezek is kikapcsolhatóak, tehát én most kikapcsolom ebből az engedélyező szabályt, akkor már csak a tiltó szabály lesz, és akkor például már nem fog bejönni ez az oldal. Na hát így működnek az ACL-ek wifi-re, tehát tulajdonképpen egy csomó ilyen alap dolgot azt meg lehet csinálni egy, egy ilyen Wi-Fi-ACL használatával.